Az ember szívemén örökké odavaló született, írta Tamási Áron, és ugyebár itt vagyunk Brassó megyében jelenleg Homorod Darócon, itt kezdjük meg a Homorod menti vlogomot, rengeteg helyszínt fogunk érinteni, innen megyünk át a Városfalvára, ahol várjánk valaki, megnézzük a kultúrházat, a templomot, utána megyünk Homorod Karácsonyfalvára, ott várjánk egy Fafaragó bácsit, megnézzük a templomot, egy Erzsébet szobrot, onnan nekivágunk egészen Szentmártonba, ahol, vagyis Bükkfalvára, ami már Szentmártonhoz tartozik, ott meg fogunk tekinteni egy szoborcsoportot, egy alkotóházat, utána ezt követően átmegyünk Abásfalván keresztül fel Homorod Keményfalvára, építészete, tehát a székelységnek százuk meg összefolyt az építészete, ott azok a, olyan formában megtekinthetőek a házok, utána átmegyünk Bágyra, Bágyon szintén a tiszteletes fogad minket, megnézzük a templomot, egy ottani csoport, fiatal csoport által felújított régi székelykaput, de még itt sincs vége az utunknak. Innen pedig egészen Sándor falváig megyünk, ami hát arról híres, hogy alig lakja egy pár ember, és van ott egy ilyen, hát nem hivatalos tájház, amit megtekintünk, és ha szerencsénk van, egy 97 éves nénivel is tudunk beszélni. Nagyjából ez lenne az összefogó felvezető, most pedig akkor nézzük meg Darócot, és egy kicsi infók Darócról. Tartsatok velem, iratkozzatok fel, és akkor irány Homorod mente. A Homorod mente egyik legkorábban említett települése Homorod Daróc. Annyira egy határmenti település, hogy a második bécsi döntés után is itt volt a határ. Egykori szász település, ami érdekes, hogy az 1945 után elmenekült, kitelepített szász lakosság helyére, talán az egyetlen olyan falu, ahol székely magyarság települt be, nem pedig románság, és Darócz mai napig tartsa magyarságát, szokott lenni születi bár, stb. Események, úgyhogy hát nagyon méltó a szememben az, hogy kimondjam, hogy igaz magyarok lakják még itt Darócot. És igazából azért kezdtük itt ezt a vlogot, hogy van itt egy evangélikus templom, amit meg szerettem volna nézni, sajnos nem értem el az összekötőt, aki be tudott volna engedni, de kívülről megcsodálhassuk. Íme. Azt írja, hogy összeomlás veszély. Amúgy igen, ha jól tudom, egyszer valamelyik fala még le is duvat volt ott a 2020-as évek környékén, pont még rá egy kocsira, de szerencse emberek nem sérültek meg. Sajnos nagyon rossz állapotban van, napról napra rogyik esze, úgyhogy érdemes, hogyha erre jártok megállni, egy kicsit megpillantgatni ezt a szép, gyönyörű evangélikus templomot, amit még annó. Hát azt hiszem, hogy második András talán ideibe építettek, nem vagyok ebben most biztos, nem néztem úgy különösebben után. Aztán, hogy a leomlás után mennyit tudtak vissza rekonstruálni belőle, mennyit építettek vissza, vagy hogy egyáltalán rendezték-e a sorsát ennek, és hogy ki van-e egy kicsit csiszolva, mixolva, nem tudom, de hogyha ki van téve, vagy összeomlás veszi, akkor valószínűleg, hogy nem sokat javítottak rajta az elmúlt években. De mire ezt kimondom, ott is van, hogy Chantier Lucru, úgyhogy dolgoznak rajta, vagy dolgoztak rajta, úgyhogy ez egy jó dolog. Ez életem első élesbe bevetett drónozása, úgyhogy szurkoljatok nekem, hogy jó felvételek legyenek. Mi, hogy elmenthet? Brassó megyét és a Homorod Daróci evangélikus templomot magunk megett hagyva újból Hargita megyébe folytassuk a mai kalandunkot. Irány Városfalva, ahol Jakab Lázár vár már reánk, s megmutat nekünk egy-két érdekességet falujából. A reformációkor Városfalva több mint valószínű az elsők között átvesz az unitárius vallást, tehát az elsők között átáll erre a hitre, akkor építik fel az első templomot az 1650-ben,
ami persze akkor több hát építkeztek, reformáció volt, átépítek templomot, gondolom mesterember sem volt megfelelő. Ami annyira megrongálódik, hogy az 1700-as évek elején kénytelenek lesznek lebontani, és majd ezt építik a helyébe. Egy nagyon egyszerű templomról beszélgetünk, tehát az unitárus egyháznak a tisztaságát, azt az egyszerűségét tükrözi. Viszont úgy tudom, hogy van itt bent egy olyan relikvia, féltve őrzött kincsnek számító dolog, ami 1848-ig nyúlik vissza, ugye úgy jól tudom, hogy van itt egy zászló. Igen, hát az a nemzetős zászló nemrég restaurálódott, azt a Városfalva Magyarország testvértelepülése, Sűrsápárosnak köszönhetően és az ottani lelkes barátainknak, hogy elvitték és restaurálni tudták azt a zászlót. 40-ben, amikor bejönnek a magyarok, szeptemberben, akkor beviszik a zászlót, és Horthy a lováról a kardot, és tiszteleg a zászlóba szembefordul, és tiszteleg a zászlónak. Tehát sok mindent látott az a zászló. Amúgy nem lehet tudni, hogy városfalvi nemzetőröknek készítették, és azok, vagy csak úgy a csata után, majd mikor vége lett, valaki elhozza azt a zászlót, és őrzik. Tehát a lényeg az, hogy a szabadságharcnak a szelleme élt az akkori emberekbe, és remélem, hogy még a mostaniakban is él, és tovább fogjuk azt a szellemiséget adni. Tehát azért a zászló mindig tudott mindenki, de azért nem hangoztatták, hogy ügyeltek rá. A toronyban is volt itt a bejárati kapu felett elhelyekbe, időközönként a helyét változtatták, nem egy helyet. A rendszerváltás után került elég megtépászott állapotba. Kellett restaurálni, meg kellett menteni valahogy, és akkor Csík azt mondták, hogy azonnal nincs szövet restaurálból, Bukarestben tudnám csak meg, mondta oda egyszer, Bukarestben nem viszik, mondta, elment, akkor abból az házló többet nem vett. És akkor így jött az ajánlás a nagyobb, mondom, testvértelepülés részéről, hogy ők elviszik is. Az eredeti többi valószínű egy ütközetben, vagy valahol megsemmisült. Tehát semmiben kapkodban volt ez az azt elkészítve, és ráadásul aki az évszámot ráhímezte, fordítva van hímezve. Tehát vagy nem tudta, hogy kell, vagy nem figyelt oda. Amúgy most emelleg én vagyok az életvezérek átkodtat, én játszok rajtom. Nem. Hát gyönyörű munkahelyában, hogyha lehet ezt így fogalmazni. Közben én. Műemlék az összetartozás egyébe készült, ott a testvéri településünknek az ajándéka. Ugyanennek a hasonlása az ott Sűrsápon a főtéren megtalálható, és az összetartozást tükrözi. Az, hogyha Trianonba szétszakítottak, de úgyis összetartozik a két nemzet, a székelység és a magyar, és ha belenézel, akkor látod, hogy az egyik fele a fénybe. Tehát el van vágva, de azért összetartozik a... Aha. Innen profilból, látod? Igen, és ennek a fordítottja van ott Sűrsápon, de ugyanez. Uh-huh. Csak a fordítottja. És akkor az elszakított területeknek a... Ede és Kvarcium. Igen, fő van tüntetve. Na hát ezt nem is gondoltam volna, hogy itt ilyen szép emlékmű van, engem most ez erősen meglepett. Ez igazából országzászló volt, mikor begytek a magyarok 1940-ben. Taladnak, aha. Igen. Aztán a román csendőrök rekifűrészelik a zászlórúdat, és akkor ez így marad, így maga. A címért persze leverik, így marad magába, és akkor majd az elhalt honvédeknek hozzátartozó úgy dönnek, hogy akkor ez tevődjön fel ez az emlékoszlop ide a tetejére. Aztán majd idővel én gondolkoztam, hogy valahogy az a címért vissza kellene ide kerüljön, tudod? Akkor ide került a faluba egy Mihály nevezetű, Denkus Mihálynak hívta, ilyen ortodox ikon festő. És mondom, Mihály szerette nagyon a vodkát, mennyi festenéd a magyar címért. Meg is egyeztünk vele, és megmondta, milyen festékeket vegyek, slakkot, mit tudom, és akkor Mihályra festette. Csak ugye telt múlt az idő, és akkor az úgy kezdett lekopni, és mit tudom. És ezt Dobos Attila barátom és a Sűrsápja hozták Magyarországról ajándékba, és egy falu ünnep alkalmával volt eljegyetéve, és volt egy szép ünnepély akkor. Honnan jött magának, vagy honnan jön ez, hogy mondta, hogy ezt ön próbálta visszaállítatni, és azért látom, hogy vágja a helyi történelmet, mint Szalai a szappant, hogy beleszülettem ebbe a szellemiségbe.
Tehát akkor ezt örökölte. Örököltem, de hát én értem olyan embereket itt a faluból részt vettek az első világháborúban, a második világháborúban. Gyermekkorunkban abban nőttünk, hogy ők mesélték a történeteket, hogy hogy volt, mi volt, ez egy összetartó közösség volt. Tehát volt egy összetartás. Más volt az embereknek az egymáshoz való viszonyulása. Ha megnézem a világban, vagy messze a környezetben, hogy mik vannak azért Székelyföldön, még helyén vannak a dolgok. Csak valahogy ez a szellemiséget át kellene adjuk. Át tudjuk adni a következő generációt. Itt ez a kép. Ezek érdekes sírkő maradványok, ezek a szarkofágok, hogy nem ilyen régi ilyen hagyományos sírkövek voltak, hanem ilyen szarkofágot készítettek, hogy mi, nekem az a véleményem, hogy területeket megműveléssel készítették elő, kerültek el ilyen nagy terméskövek, és akkor sírkőnek megfaragták. És ez egy időtávol, ezek mind az 1600-as évek elejétől arra felé vannak ezek a szarkofágok. Nem igen találkozik az ember ilyen, ezzel a fajta sírkővel a környékén. Hogy ez itt hogy városvalán pont hogy lett ilyen, nem tudom. Nem baj, pont ez a lényeg, ezért vagyunk itt, ezért járom itt most a Homorod mentit, hogy ilyen dolgokat is mutassak be ebbe a videóba, hogy az emberek megismerjék, egy kicsit jobban tudjanak róla. Viszont van itt még egy kultúrház, ahol mit fogunk látni? Kisebb múzeum, képtárlat és egy nagyon szép kultúrotan, ilyen népművészeti kultúrotan. Akkor lássuk. Ez törökítik így van, ha bálok vannak, van, minden ez így van hagyva. Igen. Hát én még ehhez foghatott nem sokat láttam, hogy lehet, nem is láttam sehol. Hát ez a Székelykapu és hát ez... A kettőséget magában hordozva a kommunista rendszernek a kettőségét, vagy a kommunista rendszert és maga a Székely embernek, hogy ragaszkodott a régi mutaiumokhoz, ragaszkodott ahhoz, hogy legyen egy szép Székelykapu, viszont ha megnézed a sarlót, csak a lapácsot már egy kellett vésség oda. Nem minden így kinek adó. Ebbe is pár munka van, de a sörös hordóban. Ez szinte 70 fokos, ez még nincs megkészítve. Aztán desztillált vízzel készítem meg. Ez ilyen oszolt szilvára van öntve borpálnak. Ebből csak a kiváltságosok kapnak. Ebből kapunk? Igen. Akkor kiváltságos vagyok. Magam megyom. Hát, nem tartom magam annak, de köszönjük szépen. Na, szádot kinyitod, a többit belengedek. Nem, sokat vezetek. A barátokkal így állok meg. Köszönjük szépen. Na hát én közben, amíg itt visszazárjuk a kultúrházat, azt kívánom, hogy sokszor nyíljon ki ez az ajtó még, és rengeteg eseménynek legyen itt Városfalva otthona. És köszönöm szépen önnek, hogy az ideig rám szállt, a fogadott idegenvezetőnk volt, és elkísért itt Városfalván minket. Igen, minél több keresztelő legyen, lakadaló, hát szaporodjon a székelység. Maradjunk meg úgy, ahogy eddig elérénk megmaradtak. Azt mondom, azt a szellemiséget valahogy tovább kellene adni. És példakép van elég, hát azokat kell követni. A jó példaképeket. Ezzel egyetértek, ön is egy ilyen jó példakép egyébként. Most köszönjük legyen szépen. Veletek. Megérkeztünk Homorod Karácsonyfalvára. Bárci bácsi munkáját láthassátok itt, és megismerjük őt, hiszen fafaragással foglalkozik. Zseniális egy figura, úgyhogy muszáj nektek őt
megismerni. Na jó napot adjon Isten! Magára jársz te! Tényleg maga nem tényleg? Persze se tépelkedik most esik! Na jó, van, akarom méltóképpen fogadni, hagyományosan akarom fogadni. Rendben. Szíves vendéglátója, hajlék gazdájod, a gonosz embert húsgosbottal várja. Írjál rajta. Vendégfogadó. De van meddig marasztaló, mert sok igen? És vendégkárgető. Igen, vendégkárgető nincs, Isten őrössze. Nem. Jó nem. Nekem azt mondta a telefonban, hogy maga sem fafaragó, se nem szakámbőr. Ne, biztos, hogy nem. Semmi köze nekem a múltamhoz a baj. Meg ez naív népi faragás. Naív népi faragás. Én nem a faragásimmal üzennöket, hanem az idézetekkel. Nem vagyok én fafaragó, nem. Hát pedig én tátott szájjal jöttem be ide az udvarba. Nem, hát én faragó, ez egy hobbi. Most is neki volt egy nagy rusnya csutakot, ezt is tegnap előtt faragta. Elég őszinte vagyok-e? Bunkó vagy. Nos, ilyen csinálom, hát jó, hát ez nem semmi köze, sem a mesterséghez, sem a művészethez. Oda tanulni kell mind a kettőhöz. Amit faragok, azt én rajzolom ki. Akár kapu mintát, a kopjafágot és én tervezzem meg, hát azt faragtam inkább a legtöbbet. Kopjafát így megrendelésre, és én emlékműveket, nagy kétoszlopos, itt megvan egy makettje a kicsinek az ott templom udvarában. Milyen érdekes, tetszik-e látni, hogy Városfalváról jövünk azzal az üzenettel, hogy ott mondta Lázár Jakab nekünk, hogy ő reméli, hogy minél többen székelygyermek születik, sokasodik a népünk, és itt olvasom egyből, hogy csak annak a népnek van jövendője, akinek gyermeke van, mondta ugye Márton Márton, hogy milyen érdekes. Mit jelent önnek az, hogy magyarság? A magyarság, ha ma nem az hajlongóké, az égre néző, egyenes derekú magyaroké, ezt jelenti. Itt Nyírő Józsefával mindent elmondott. És itt nem kell meg, itt látszik az, hogy Adi mit mert le, és az Uzbrügy események tanulságára írtam. Ki egyszer rugott a magyarba, szinte kedvet kap a rugáshoz. Vagy Kányádi mit mondott? Nem kellünk mi múltnak, nem kellünk mi mának, kivált jövendőnek minket itt utána, se 80-as években ezt nem Romániában jelent meg. Ezt Budapesten kilopták, és ott jelentek meg, hát itt azután ugye megfigyelés alatt volt. Ezzel nem értek egyet, de a folytatásával igen. Ugye ezt Amerikáról írtam. Késlelem nélkül haza fogok menni, hogy otthon lehessek valahol ezen a világon. Hova együtt igaz? Hogy késedelem nélkül haza fogok menni, hogy otthon lehessek valahol ezen a világon. Már, és akkor itt mit írtassék elolvasni a pólomon? Az ember a színe rököd való született. Tehát itt ez is megvan, de ez megvan itt nekem. Kapcsolódik. Hát a Tamási... Igen. Na így. Kedvenc írója önnek. Rengeszkedőtök, Adi marad. Adi marad nekem. Petőfi, tudok a legtöbb verset. Én tudok ezer verset. Ezt elmertem mondani az újságíróknak. És a huszároknál azért kellett mindenütt ott legyek, mert szóval... Készültem műsorral, megbízható forrásanyagból. Nem úgy, hogy videóról levetes bohockodtam, hanem olyan történelmi könyvvel megbízható levéltári adatokra alapoztak. És abból készültem, de komolyan vettem. 80-as évek elén, 31 éves koromban jártam 2-3 hónapot szobrászkörre. A Székely János, aki nem tudom, a Vasszékelyt, a Mártonár, na az ő munkája, a Székely János, aki tanítani kezdett. Igen, csak megrészegöttünk, és a Cseuse szukképi tagyaggal kezdtük hajtani.
és akkor megérdezi, és azt mondja, hogy fiúk, egyetértek veled, azt mondja, de nem akar az állásommal nem játszok. Mennyire vannak ennek a munkái szétszorodva a világban azért? Hát sok van. Mikes kellene ennek oda, Rodostóba vittek egy kopjafát, aztán ilyen kisebbeket Amerikába, Ausztráliába. Ez Városfalán van, a Lázárnál, egy ünnepi alkalmában. Itt a lovat még tartok. A huszárkodásnak lassan vége, de eljárok lovagolni. Egyedül nem, hát kerül valaki társam, ilyen tereplovaglásra. Hát lenyűgözőnek gondolom én, és tartom szerintem itt sokan, akik majd fogják látni ezt az úti filmemet, hogy ön, amit itt csinál, szerintem még az én nézőim közül sokan nem ismerték önnek a munkát, nem tudták, hogy itt létezik egy ilyen csoda dolog, és szerintem sokan fel fogják látni. Én mondjak valamit, amikor látok egy valódi faragó művészt, vagy faragó mestőrt, akkor jó, hogy a vésőimet elássam. És azt mondta a magyarországi barátom, festős, grafikus művész, de soha ne próbáljuk más csinálni, azt mondja. Ezt folytassam, ne próbáljuk senkit se utánozni, és ne próbáljuk stílust se változtatni. A Székelykapuknál is úgy, mint az Iker rajzoljam, még felfelé való indás nem igen faragott senki. Én találtam ki, az inkább életfa, mint hogy szék, a dupla indást mondom ott szemben. Körtapa volt ott, hogy ott elok kirottat ide, betondöltem, és ezt kifaragtam, ide költöztem. Ez 2006-ban, júliusban felutalálkozó volt, akkor lepleztem rá. És ez pedig vesz, hogy 8-10 éve egy rossz diófa csutakra elfaragtam. Na ezt a kaput mondtam, ne, hogy ilyen felfutó indáson csináltam, vagy faragtam ki. Ez most 84 éves zászló. Mentek Hortit fogadni Bájból udvarhelyre, gyalog. Akkor 40-ben. Ez mondom, 84 éves zászlónak egy negyedem elosztották anyámék a testvérökkel, de sehol sincsen még egy darab sincs, megmondom. Kapcának, mosogatónak minek használták, és ezt megőriztem. Ez a rendszerváltás óta, ott még udvarhelyt laktam, ott volt kitéve, és itt a magyar barátaim meglátták, és akkor hozták ezt. Az ostor a kezéből kiesett, szakad le ott mindaz a... Ott egy ostor van, nem, fityeg ott a kezinél. Vissza kell ragasztom, vagy kell? Lehet a ló, rárukta. És akkor most mind bütyköd? Hát most küldtél egy nagy csúnya csutakot, de olyan annyiféle színe van, annyit manyókoltam vele, nem tud egy, hogy tiszta fehér volna, nem volna, hogy mind ilyen színű, az se, de vágom, stüveli a fehér részes, akkor nem tudom mi lesz, hogy... Tetszik el tudni, még egy vicc jutott nekem eszembe, hogy van az a vicc, hogy amikor székelyember nekiáll, és kezd faragni, és na mi lesz ebből, és mondja, hogy székelykapus, na később mi lesz ebből, már kisebb a dolog, kopjafas, addig, hogy azt mondja, hogy fog piszkálni. Na de ez itt önné nem igaz, ez itt önné nem, itt magánál csodák születnek, ez egyszer biztos. Hát itt nem igaz, hogy ezt elmondtam, naív népi faragás, nem faragás, már naív népi faragás, ezt így mondom mindenkinek, azért, hogy van tényleg túlzásba viszik, mondom, ne vigyétek túlzásba, ember, mert nem vagyok az. Ismerek olyanokat, akik valóban azok, és azok valóban, azok művészei a fának. Akár mesterei, vagy művészei, mondom, de én nem vagyok az. Oda tanulni kell, hogy valaki... Székes. No, az igen. Hát azt kérdezik, felvállalom-e? Mondom, fel. És meg ezt mondom, ez nem politika, ez történelem. Most még Szent Mártonba kell menjetek? Most megyünk Szent Márton, Bágy. Bágy a másik szülővár. Bágyba ki? Kemény falva, Abás falva. Jó, hát az hol túl hosszú lesz mára. Megbírjuk. Hát én tényleg el vagyok képedve, én nem találom a szavakot, de tényleg nem kapom, hogy mit tudjak magán mondani, hogy egy kicsit is rea tudjam vezetni magát arra, hogy legyen büszke arra, amit csinálsam. Én megtiszteltetésnek tartom, hogy itt voltatok. Köszönöm azt, hogy ilyen közvetlenül el tudtunk beszélgetni. Az Isten áldjon mindjártok a további jó utat, és járjon sikerrel ez az utatok, amit felvállaltak. Még egyszer köszönöm. Minden jót! Isten áldjon! Isten áldjon. Hát, hogyha már Karácsonyfalván vagyunk, akkor egyértelmű, hogy a templomot nem hagyjuk ki, illetve van egy Erzsébet szobor, azt tehát egy kicsit jobban szemügyre vesszük. Hát elég jó hűvös van, azt kell tudjátok, hogy ma van a kánikulának a csúcspontja, és már közel 40 fok van kint, úgyhogy
Jó napot fogtam pont ki nektek itt a bémutatás a dolgoknak. Hát jól esik, hogy bejön az ember egy kicsit a templomba hűsülni, lelkileg, testileg. Nagyon szép freskók vannak, gondolom, hogy a Szent László van itt, és a Szent László legendája. Igen, amikor a Szent László lesz szerintem. Pedig ha látom, akkor a falu hősei vannak, emléktábla, neveikkel. És ez a szép kazettás mennyezetes. És közben mondom, hogy iratkozzatok fel a csatornára. Ez az Erzsébet szobor itt pedig pontosan 120 éves, 1904-ben állították ide közben. Pontosan ütött az óra, ha jól tudom, akkor dél van? Nem, egy óra van. Jól telik az idős, még egy csomó helyszínre kell menjünk, úgyhogy induljunk es. Adi Endre, ha van Isten, ne könyörüljön rajta. Verése szokott fajta. Cigány népek lanyszívű sihederje, verje, csak verje. Ha van Isten, föltől a fényes égig rángasson minket végig, ne legyen egy percnyi békességünk, mert akkor végünk, végünk. Ha van Isten, ne könyörüljön rajtom, én magyarnak születtem, szent galambja zöldágat ne hozzon, üssön csak, s ostorozzon. Bükkfalva felé vesszük az irány, vagyis hát ott is vagyunk valamilyen szinten, itt egy hát világszerte híres szobrász művésznek a szobor csoportját akarjuk megnézni, és egy úgynevezett alkotóházat. Sajnos az összekötőnkről a Kántor bácsi nem vette fel a telefont, úgyhogy nem tudom, hogy be tudunk-e jutni, de ha már itt járunk errefelé, akkor mindenféleképpen oda menjek, hát ha szerencsével járunk, egyelőre nem biztos, hogy meg tudjuk ezt nézni. Na hadd le! Itt van, be tudunk jönni. De ez a szoborpark, ez az emlékpark a műveit eleveníti fel. Nem sokat tudok a szobrászatról és a szobrászokról, de ahogy utána néztem, azért egy elég világhírnévre tett székely szobrászról van szó. Művei szerte Európában, Németország, Franciaország, mindenhol megtalálhatóak. Franciaországban is van eltemetve egy ottani falucskában. Mindvégig azért fejbe volt neki az erdélyi magyarság székelység, az alkotásaiba, és ez azért látszik. Hát röviden ennyit róla, én közben pólót cseréltem, ilyent kaptok a webshopba. Hát amelyet az ősanya nevű szobor látható. Itt a Bükkfalváról most vagyunk, annyit röviden, hogy ez egy ilyen kicsi-kicsi átgott településke volt. Most már így nem létezik, hogy Bükkfalva, te persze a helyieknek így maradt meg, hanem Szent Mártonhoz tartozik, Szent Márton része ez a kicsi falucska, hát nem tudom hányacskán lakhassák, nem sokan. Azt hiszem, hogy itt emlékszoba, vagy emlékház, vagy akár ez a szülői háza is lehetett a szobrászunknak. Nem tudom, ide biztos, hogy nem tudunk bemenni, olyan állapotban van, hogy nem is nagyon akarok, mert nehogy valami itt fejembe hújjon. Így, hogy nincs itt a Kántor bácsi, így nem menjünk be. Ebből elnézve, hogy ilyen pókhálós, itt már rég nem járt senki. Hát igen, ez egy olyan helyen, eldugott helyen van, hogy nem biztos, hogy itt sűrű a látogatottság, és ez is egy olyan homorod menti érték, vagy turista célpont lehet azoknak, akik errefelé kirándulnak, akik szeretik az ilyesmit, de remélem, hogy így általam közelebb kerültek ehhez a helyhez, és többen meglátogassátok. Hogyha jártatok már itt, akkor írjátok meg kommentbe, és ha még nem jártatok, de így általam tetszik ez a hely, és így fel fogjátok kutatni, hogy ha errefelé jártok, akkor azt is írjátok meg kommentbe. Már jól esik, amikor úgy látom, hogy a munkámnak van értelme. És a feliratkozás mellett a csengőt, azt nyomjátok be. Lehet lájkolni és nyugodtan a videót. Akkor ez saját gyűjtemény önök? Saját gyűjtemény. És önök itt laknak? Itt élnek? Vagy... Talán én itt lakok, én itt lakok ebben. Jó napot kívánok! Igen, a kedves feleség. Gyorsan nézzük meg, mert László Ildikó vagyok. Örben, mehetünk! A Román Viktor szoborparkról annyit kell tudni, hogy Román Viktor Homorodt Szent Márton szüröttje volt. Már egész pici korában kimutatkozott a tehetsége, itt nekünk van egy agyagdómunk, és folyton ott volt, és ott az agyagot, és kis agyagfigurákat készített. 35 éves korában kapott egy ösztöndíjat Londonba, és Londonba volt 6 hónapig, utána elment Párizsba, és ott is maradt. Ott alkotott, nagyon-nagyon sok alkotása, több mint 19 fővárosban van térbe kihelyezve alkotás, 90 és 1 méter között van a nagyságuk az alkotásainak. Tehát ilyen plastika.
kis plasztikákat csinált, viszont az, hogy így fel vannak nagyítva, az azért van felnagyítva, mert ő térben akarta elhelyezni az ő műveit. Ég és föld között legyenek, és azért nagyította meg Elemér is a bátyja a szobrokat, hogy hülyen ábrázolja Viktornak a akaratát. Ennyit Román Viktorról, mi a kis tájházunkat a nagyszüleik tiszteletére csináltuk. Végig lehet nézni, gyorsan bemutatom bent is, és akkor elbúcsúzok, mert menjünk. És a alkotóházát, azt szintén nem tudom, van a kulcs? Azt már nem tudjuk megnézni, azt... Ó, nem probléma. Azt közösségi térnek használjuk, különféle események szervezésére. Ilyenkor, amikor a szövőszéket osztóváltát látok, örökké anyukám jut eszembe, hogy milyen nagyszerű érték az tényleg, s itt derül nekem is ki, hogy azért nekünk otthon ugye van, és anyukám nap mint nap sző, hobbiból szabad ideibe, hogy máshol ezek a tárgyak már ki vannak állítva, és nálunk még működik, és ott lehetek nap mint nap tapasztalatom, és ez szerintem egy zseniális dolog, úgyhogy puszi anya. Na hát szerencsénkre a Kántor bácsi, Árpád bácsi pont itt lakott, nem is tudtam, hogy itt lakik. Mondja, hogy Bükkfalván jelenleg 6-on lakják állandó lakosok. Meg tudtuk nézni az övékét, a régiség tárat. Az alkotóházában most nem tudtunk bemenni, viszont az utunkat azt kell folytassuk. Telik az idő, lepereg az óra. Itt az idő, hogy megnézzük Szent Mártonba a Sóskutat. Gyertek! Hát álltam megett egy ilyen sóskút látható, hát pontosabban nem láthatom, a vé van rekeszel zárva, de ezt a helyiek innen húztak a sósvider, ott van, lássátok. Na és akkor innen a helyiek sót húztak, ebbe tárolták a szalonáikot, háztartásukban megvannak, amúgy egyébként Homorod Szent Márton alatt egy nagy-nagy sótöm található, és Abásfalván itt is a pincéket, amikor ásták vagy csinálták, hát rengeteg embernek sótömbök vannak a pincéibe konkrétan. Ezt írta le Orbán Valás valamikor, amikor erre járt. Mit vetettem le? Szép vizet. Szép vizet? Szoktad nézni a videóimot? Igen. Melyik a kedvenced? Nekem az egész tetszett. Mi? A maszkabálus is tetszett. És mi tetszenek? Jó. És milyen itt lakni Szent Mártonba? Megérkeztünk Homorod kemény falvára, ahova csak azért jövök be, hogy az építészetet nézzük meg, mert itt maradtak fent a legjobban abban a formában a házikók, amik itt régen jellemzőek voltak a Homorod mentire, és hát itt egy kicsit így összevegyült a szász stílussal az egész, és akkor így most bélesünk ide, és csak éppen olyan út van, hogy esik szét az egész kocsi. Ez erősen szép hely. És ez csak egy utcában 3-4 ilyen ház úgy megfog, és annyi teli-teli van az egész falu.
Na hát békesség Istentől. Békesség Istentől. Isten hozott. Hogy vannak? Köszönjük vágyba. Szépen. Nagyon jól. Úgy tudom, hogy van itt valami kőbevésett róvásírás a 13. Igen. Századból vagy? 15. Itt a fa... 200. Tévedtem, meg tudjuk egy lesni. Templom falán látható. Itt a külső falon. Itt olvasható, tehát visszafele kell olvasni. És ha lehet hinni a tudósoknak, akkor azt írja, hogy Orbán Benedek csinálta. Milyen lehetett, mikor itt ide rakták, s a szrejas, akkor aj, basszus, fordíva raktuk. Na, mindegy, akkor most már így marad. Szakértelem hiánya. Itt látszik, hogy nem tudták, hogy mi van a kezükben, milyen tartalom. És érthető is, persze, hogy... Meglássuk-e bentről a templomot? Meg lehet nézni. Na, hát mennyi ember gyűjtesz-e vasárnaponként átlagban? Vagy hány fős alatt a bágy? Bágy közel 200 lelkét számlál, és 25% a templom látogatottság. Úgyhogy nagyjából ezek az arányok. A templomról, amit tudni kell, vagy érdemes, hogy a 15. században készült, tehát 1400-as évek vége, de a legújabb kutatások alapján már Árpád korban templom volt itt. A 15. gótikus stílusú templom épült rá az Árpád-kori templomra. Ez itt a szentély rész, és a közelebbünk itt látható, hogy itt a gótikus jegyek árulkodnak. Ott van egy szamárháíves szentségtartó, illetve itt van egy befalazott sekrestye ajtó. És ugye az ablakok, amik a gótikáról árulkodnak, illetve itt, ha megyünk tovább, látjuk, hogy ez néhány éve derült fényel az ablakra, eddig nem tudtuk, hogy létezik. Most néhány éve sikerült ezt feltárni, mi ugyancsak ennek jegye. És vannak itt ugye nevezetességek, például az 1832-es szószék korona, illetve a Málvéd, ami 1836-ból való. Ez nemrég került elő egy csűrből. Ilyen nagyon értékes paddarab, ami 1848-ból való. És most ide be van téve a templomba, és az elmúlt héten konfirmálás volt, és a fiatalok ezen ültek. Na, milyen jó. Úgyhogy, ez amikor találkozik a jelen a múlttal, vagy a múlt a jelennel, ez szerintem szuper dolog. Meg van erősítve, rá lehet ülni, ki lehet próbálni. Most már azért remélhetőleg egy jó pár évig, évtizedig lehet. Hát csak legyen sok konfirmálás. Legyen sok, igen. Sok templomban azért eljárok, mindenfelé láttam magyar székeit, de hollandot azt nem. Itt is van magyar is, széke is. Ez azért van, mert tegnap kikaptak a hollandok, hogy szolidaritás az ebély. Nem, ez már 2000 óta itt van. Van egy testvér kapcsolatunk, Polsbrok, és elég intenzív a kapcsolat ennek tiszteletére. Ha kimegyünk a templomból, látható a templomuk, van egy holland ige is, tehát hogy a szolidaritás a holland testvérek iránt, illetve a tisztelet jeleként tettük ki. Nagyszerű. Hát köszönjük szépen, megnézhettük a templomot. Van itt még a faluba egy régi széke, egy kapu, ami fel lett újítva, azt meg tudjuk elesni. Persze, jó. Megyünk oda. Mit csinál? Hajtsa a gólyát el, hogy ne hozzon unoka! Hát, én hozom a gólyákot! Békesség Istentől! Hogy van? Hát, minden nap alatt is tetszik. Alább? Itteni születésű tetszik lenni, vagy ide jött feleségül? Ja, én itt születtem. Már nagy idős vagyok. Hány éves tetszik lenni? Elárulja! 80! Hát, hát betűnt, 80! Jó, Isten éltesse! Isten éltesse sokan! Tudod, hogy feltapogok. Ugye eredetileg úgy volt, hogy ide elkapu helyébe lesz kiállítva, viszont nem lehetett, mert valami vízvezetékek itt mennek el, és akkor egy kicsit bennebb került ez a kapu, ami 1886-ból való. Hát ugye ez már régóta ötlet több ember fejében is kipattant, hogy ha van egy ilyen régi értékes kapu, ami 1886-ból való, viszonylag áll, tehát hogy jó, kell rajta pofozni, de még azért egyben vannak a részei, akkor nem kéne hagyni, hogy teljesen tönkre menjen, hanem akkor meg kéne menteni. Csak ugye ez egy hatalmas
összeg, amíg ilyenné válik, vagy így fog kinézni. Hát akkor mondhatjuk... De pályázat által sikerült kenet, hogy jó voltából ezt így... Akkor mondhatjuk arra, hogy ez itt, ez a kapu, lehet akár egy bágyi csoda is. Ugye bágyi? Igen, igen. Ha már mixált hordó bágy miatt van, és nem ez a bágy miatt a következtetés. Igen, itt hát ez mindenképpen egy sikertörténet. Úgy gondoljuk, és úgy látjuk. És végül is a végeredmény magáért beszél. Persze vannak részek, amiket ki kellett javítani, ugye annyira rossz állapot volt, hogy nem lehetett megmenteni, de ott látszik ugye, hogy a régi fákból azért sikerült jó pár darabot megmenteni. És akkor ez az iskola? Iskola, óvoda. És van, működik még? Sajnos most már nincsen. Hány éve? 2015 óta megszűnt az iskola is. Hova járnak a gyermekek? Komolodszent Mártonba, az a községközpont. És mennyi körülbelül az az ingázó óvodás, iskolás, aki gyermek létszám? Hát olyan 15 körül van. Még talán több is óvodásokkal együtt. Na hát reméljük, hogy minél több ifi itt lesz vágyon, és itt bézengik itt az utcákot, hogy az ilyen öreg bágy, kapu. Bágyon az a másik bágy. Ja, bocsánat, bágyba, igen. Van jövő, úgyhogy mindenképp azt látjuk, hogy lehet és érdemes tervezni. És akkor ezek a termékek kerültek ki a nők és az asszonyok, lányok kezei alól, és ja, ezek mind helyben készültek. Ugye van egy méhészetünk, ők mézet állítanak elő, illetve gyertyát, stb. Itt van, aki a mézeskolással foglalkozik, és ez a könyv, amit a 2022-es évben sikerült kiadni Kendertó jó voltából. Van egy bágyból elszámozott tanfelügyelő, aki szerkesztette és összeállította. Helytörténeti olvasókönyv, ami a bágyi életet mutatja be egészen a régmúlt időktől a jelenlegi helyzetig. Utolsó állomásunkhoz érkeztünk. Délután 6 óra van, reggel 7-kor indultam, úgyhogy lassan 12 órája már úton vagyok. És meg szeretném itt ez a pillanat, itt, amikor megpillantottam azt a kicsi falut, eszembe jutott az, hogy rengeteg olyan kicsi ember van ezen a csatornán, akik nélkül ez a videó se jeltett volna esze. Úgyhogy köszönöm szépen a csatornatagoknak, hogy havitagsággal támogattátok ezt az utamot és kalandot, úgyhogy hatalmas köszönet, M&M kalapom, na de folytatás következik, az utolsó állomás, Sándor Telke, a kicsi falu. Itt vagyok az említett háznak a tornácán, hátam meg ett a házigazdák, már várják, hogy bemutathassuk nektek ezt a házat, ezt a megőrzött kincseket, úgymond, ugyebár. És akkor gyertek, ismerjétek meg őket. Tiszteltem, köszönöm, hogy fogadtak minket, és akkor mit kell tudni itt a házról, Ema néni, Csaba bácsi, mit lehet itt hát ezt a házat, vagyis mi a férjemmel együtt megváltottuk, úgymond a szülői ház, édesapám szülői házon, nagyszüleimtől váltottuk meg, és próbáltuk megőrizni itt az emlékeket, még amik megmaradtak. Magunknak, meg a gyerekeknek, unokáknak. Most már unoka is van, úgyhogy. Na, és próbáljuk minden évben valamit még hozzátenni, mert van itt, amit még tenni-venni. Akkor ha jól értem, ami itt bán fog fogadni minket, az mind itt volt, az mind családi igen, örökség. Igen, ez családi örökség, igen. Na. Ez egy jó hely. Hát tényleg. Ez egy kicsi falu nagy csodája. Biztos. Menjünk nézzük meg, mi is ezeket a csodákat. Gyertek, be lehet jönni nyugodtan. Mondom, hogy itt ugye itt megvannak a rovásírás jelei, csak nem tudom, itt is és ott is ne. Csak, na hát nem értünk hozzá. Ezt viszont elmondom nektek,
1875, meg lehet nézni. Ez egy asztal volt, lent a pincébe. Csak a többit már nem tudtuk meg. Nem tudtuk a többit, abszolút, mert annyira a szó bele... Nos, az másik érdekesség, ez a fiók soha nem volt kihúzva. Soha. És akkor mikor lett kihúzva? És egy alkalomkor hazajöttünk, és hallom, hogy valami kasmatól, mi a túrói, ültem ott a padszélén. Istenem, látom, hogy itt van egy lyuk. Benyújtam a kankóval, és ha nyílik, tele volt, ezek voltak benne. Mert nem emlékeztem, hogy nagymama szőtt volna valamikor. Gondolom, hogy igen, és ezek mind benne voltak, mert szépen megtakarítottam, ügyesen. Ami kasmat volt, az a pele volt. Az a pele volt, pele beköltött, ügyesen. Azért ilyen szépen, ki van azsúrozva, nézd meg! Mindenütt ügyesen ki van azsúrozva. Érted? Tehát ő ügyesen megrágta. Na, de ezért, mondom, úgy örültem, hogy ilyesmit találtam. Ja, milyen fájn. Ezek a nagyszüleim, igen, ennyi. Ez maradt tőlük, ezt Magyarországról hoztam, egy grófi családtól kaptam, és úgy néz meg, hogy december 1574. Az abból származik? Azóta, igen. Azt. Egy grófi, egy nagyon nagyos, 98 éves volt a grófni, amikor adta nekem. Azt a mindent. Hát gondolom, hogy ez gyertyatartó lehetett valamikor, mert itt van ez a kis pötty. Nem tudom, na, de ezt ő így adta nekem ajándékba. Ezt tudod-e mi az? Meg kell neked ezt mutassam. Ezt az én nagyapám készítette. Ez a katonás táska? Ezt az én nagyapám, ez édesapámnak a táskája. Iskolás táska. Iskolás táska. Ezzel járt. Nem. Édesapám ezzel járt iskolába. Ez volt az iskolás táskája. Édesapámnak. Na jó, hát akkor rájszem meg, és vissza is iratkozunk. Belé volt téve, így, alavultak a könyvek. Hát ki nem találta volna a reggelig, itt tűnőságy, iskolás táska. Mindenre mondtam, hogy iskolás táska. Még azt is mondtam, na lehet, hogy gyúlporta, vagy nem, a varázsdoboz. Amikor a padláson megkaptuk, én akkor kérdeztem, volt meg tatárt. És azt mondta, fiam, ez volt apádnak, én csináltam az iskolás táskáját. Akkor nem volt mód. Na. Hát lákolap a szó szerint le, mert hát én nem jutok szóhoz ez nekem, most tényleg jól esett, hogy idáig eljöttem, s ezt láthattam. Hát elemét összetartásunk, hogy jártunk a leányokul kórusba, minden napon ügyes, ahol fiatalság, ezt együtt, muzsika szó nélküle tudtunk táncolni a kultúrba, táncoltunk. Velem egyszer a regények, én egy erőfehér nép voltam, 60 kilós. Rökkően szép fehér lábam szarra volt, a társadalmat úgy, hogy szőke nem pirul le. Hát én ott a zsénél oda könyököltem a színpadra, ők hátul örvendőztek, röhögtek, mondták, hogy ne ilyen a lábosra, nem. Hallgassatok, mondom. Már én ma mindaz összes rakásba raknak. Hét legényt egymásra leraktam. Olyan betyár voltam. Lágyúrta őket? Betyár voltam, de lejártam. Minden lejárt ma. Tízeszendős koromban elszegőtettek a szomszédba gyermekük mellé. Akkor aztán szegőttem, de tanítól régi. Akkor itt az iskola volt, ahol most a templomban. Na, a háborúban mind behordszették ott az embereket, és aztán tanítóra is oda volt, és a népek milyen voltak, oda jöttek, hogy hát hallgassák a híreket, hogy vannak, mint annak. Az úzőgyi levitték volt őket el. Háborúban oda maradtak sokáig, tehenyükkel szántottam, vettem, a búzát megcsáváztam. Aki valamit új napjára jegyezik meg, ráhatalmába bejtelik. Álmomban én ezt mártam a tányoknak a vizet, és ahogy valami elfutott négy le volt. Zoroszok, mikor jöttek be járt. Akkor mártam a vizet a tányoknak a kútnál.
És az orosz katonák jöttek be? Igen, úgy négy van. Tudom, én asszom rá a tornádom, így jól tudod, akkor benne annan lenni. Egy kerébe hagyd egy csomó. Kormod. Bekormozta a piros orszámot, úgy jobbság el. Aztán egy ilyen haltunk a kórókból, ott a törőbúza kórókból. Másik ilyen egy, hogy mondják, raktáról ott. Aztán elmentek telekfalára, és ahol telekfalán egy asszon, virágcsukorral varrol. Na, hát, de és mentek a házba, az ura ott állt mellettük, mind a négyen elhegedülték, akkor mentek sokan. Nem szabad az egyeset szólni az urának, már szóltól meglőtték. Bizony Isten, ez így történt. Ez a férfi, mi úgy hívjuk Muszka Márton. Igen. Másképpen nem tudom, milyen Márton. És ahogy oroszoktól lett, oroszoktól. Mondom, már azért a csukorvirágot köszönted. Istenem, Istenem! Úgy hallottam, hogy olyan test mesélt, hogy már volt egyszer a mennyországnak a kapujában? Három férfi volt a három kapuval. Az első semmit se szólt, a második azt mondta, asszom, te menj haza, és a gyermekeidet rendőzzed. Mind a három meg volt akkor már. Aztán annak visszajöttem, mostani még itt vagyok. De annak, aki ezt megnézi most magáról ezt a filmet, mit üzen neki? Hát fogadják, szerethettel. Egyet meg a szívet. Itt tudjak egyet üzenni. Ma vagyok szólnatlan lelkőm. Én úgy alok most már. Rövid az élet. Az én lesz, mint a szegény édesanyámot, édesapámot is láttam. Azt mondja, olyan szépen föl az édesanyám műtözve. Azt mondja, Eliza, szendeszem magadós, gyere velünk! Gyere velünk, azt mondja, már olyan jól van dolgunk, hogy nem kívánkozok ezt itt sajtságozó. Na, így. Szerette-e itt ezt a falut? Igen, itt születtem, és itt sem halok meg. Tényleg köszönjük szépen, és jó egészséget kívánok! Ezt a szívesen akkor, mikor jöhetnek, ha melyen kicsi életem lesz, de rövid. Hát el már a nap lemente, és már puf, le is ment a nap, mire kiszálltunk a kocsiból. Innen ugye jósz bélátszik hát a Szentpáli halastavak, és onnantól kezdődik ugye ott már a Homorold mente. Gondoltam, itt zárom ezt a vlogot. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ebben a hatalmas nagy kalandba. Csatornatagjaim, nézőknek, akik lájkolták a videót, akik felnéztek a webshopba, stb. Stb. Remélem, hogy volt egy pillanat, ami tetszett nektek. Én Mr. Originality, az Csabika voltam, iratkozzatok fel, és találkozunk a következő epizódban.